dramaturg tulajdonképpen vágyik rá, hogy ragaszkodjanak hozzá. Ez olyan, mintha lenne egy ilyen bálterem, és ott ülnek ilyen kis dramaturgok a kis ridikűjükkel, és várjuk, hogy fölkérjenek minket táncra. Lapo, tessék! Mehetjük! Annyira körvonalazatlan ez a foglalkozás, hogy tulajdonképpen nagyon furcsa is, egy fiatal ember azt deklarálná, hogy dramaturg akar lenni. Tehát szerintem ott valami nem stimmel tulajdonképpen. Egy sikerorientált ágazatban, ami az előadó művészet, abban te egy teljesen láthatatlan dolgot képviselsz. Ennél fúva önök képviselik a látványt szemben a kis kompozícióban. És csak akkor hangzik el a neved, ha valami nem stimmel. Most az életben először rakom így össze, hogy ez tulajdonképpen igazságos. Lehet kulcsfigura a dramaturg, de azt nem mondanám, hogy záloga a sikernek. Ellenben, ha hibázik, vagy ha rossz tanácsot ad, akkor az sokkal látványosabb. Úgy élem meg a személyes alkatommal, hogy tanítok, és ezért nem vagyok frusztrált. Kedvenc nótáim egyike, hogy azért szöveget nem húzzunk ki, mert nem tudjuk megoldani. Nyilván bennem is lakik egy primadonna, aki szeretne egy fejgépben állni a színpad közepén, de azt, hogy szerepeljek, vagy hogy közvetlenül kommunikáljak, ezt mondjuk én a tanításban azért nagyon jól kiélem. Az én fogalmaim szerint a dramaturg nem a szövegért felel, meg nem a hallérozott nyelvért, hanem egyszerűen annak az előadásnak, annak a produkciónak a hatékonyságáért. És ebben nagyon-nagyon sok minden beletartozhat. Gondolkodtam ezen a klisé dolgon, ami ugye ándan megy, hogy... Tehát, hogy a reakcióiknak nem kell klisé-szerűnek lenni, mert a helyzeteket viszont muszáj fölismerjen. Vannak a rendes huncut bohózati klisék, amiket meg kell tenni. Azokat meg kell ismerni. De a reakcióban olyan finomnak kell így lenni, van, hogy ne... Ne. Tehát az menti nem meg a klisé-szerűségtől, a pont az, amitől ők nagyszerűbb színészek. Igen. De hogy milyen lány ez, öcsi? Tényleg most megint úgy tűnik, hogy azért elég jól néz ki. Ez jogos, erre érdemes figyelni. Jó, ez jó lesz. Igazából jó elgondolni úgy egy színpadi szöveget, hogy mi okozhat diszkomfortot egy színésznek. Okozhat diszkomfortot, ha sokáig nem szólalok meg. Ezért nem bírom a háztűznézőt. Van ez az egész húzavona. Nagyon sok problémát okoz most a háztűznéző próbái során a félréknek. A szerző közvetlen kapcsolatot teremt a szereplő és a közönség között. Ezt úgy hívják, hogy félre. És ha minden úgy van, akkor még ma este dűlőre viszem a dolgot. Nem csitul, hogy én addig mit csinálok. Minden produkcióra nyitok egy csak arra a produkcióra használt füzetet. És akkor így a szereplők szerint így írok ilyen jegyzeteket. Rajzolgatok is. Azt írtam, hogy nem kell így parázni a férjétől, de pont ezt írtam. Tehát látod, hogy a férje elkötelezett rajongójaként. Szerintem nem arról van szó, hogy kimerevedik egy pillanat, mert az a Csurgói Diácin játszó fesztiválon merevedik ki egy pillanat, hanem kitágul egy pillanat. Ez szerintem technológiai kérdés. Úgy kell harcolnom érte, mint hogyha én a minden férjér 100%-ot kapnék. A nő nem szeretik az ilyeneket. Az érettségi után, hát egyrészt az van, hogy megbuktam az érettségén. Ilyen fegyelmi problémák voltak velem. Nem csak, hogy meglep, hanem még fáj is egy kicsit, pedig mondjuk enyhén szóval nem tegnap volt. Pót érettségiztem. Elmentem a József Attila Színházba rendezőasszisztensnek. 4 évig rendezőasszisztens voltam, és akkor jelentkeztem a főiskolára, és felvettek dramaturgnak. Ott viszont 4 ilyen irtatosan jó évet töltöttem el, ahol nem tudom, elismertek. Máté Gábor hívott ide tagnak, és én akkor dolgoztam először a Sert Tamással. Tom Waits féle Vojcek volt az első közös munkánk. A pályám nagy ajándékának tekintem, hogy találkoztam vele. Lehet, hogy ez nem a legszakszerűbb dolog, amit mondok, de írtatosan szórakoztató. Jó ét! Nagyon kiváló ember! De jó ét! Hogyan lehet ez ide? Feldugod magad! Jó ég! Nem ilyen viccelődősen szórakoztató, hanem a gondolkodása engem borzasztóan frappíroz. Teljes neve Iván Pavlovics Uborka. Választottunk új nevet. Új neve? Igen. Csiperke.
Iván Pavlovics Csiperke. Azért, mert abban mégis van valami madárszerű is, vagy gombaszerű is. Teljes neve, Iván Pavlovics Csiperke. Micsoda név? Mi produkciónk dramaturgia Radnai Anna Mária. A Zsámbéki meg egyszerűen csodálatos. Annyira bírom az instrukcióit, az agyát. Ez egy nemzeti történelmi dráma. Az a különös benne, hogy ami egy nemzeti történelmi drámára jellemző, abból ebben semmi sincsen. Frenetikus ajándék, hogy ezekkel az emberekkel találkoztam. Új fordítást jobb mondjuk mondani, de én azt semmiképpen nem spórolnám el, ha önöknek lennék, hogy elolvassak egy korábbit is. Néha vannak jelzők, amiket valaki másképp fogalmaz meg, vagy igék, esetleg főnevek. és egyszerűen bizonyos érzések vagy gondolatok más megvilágításba kerülnek attól, hogy valaki egy másik jelzőt használ. Menj azt, hogy azért csak tudjon már franciául. De minek? Hát azért, mert... Végzek dramaturgi munkát, és fordítok. Tudod minden nyelven, ahogy csak akarod, tehát tud ez minden. Hát nekem az a benyomásom keletkezett, hogy csak oroszul tud. Az én anyukám orosz volt, és én ezt a nyelvet tulajdonképpen ajándékba kaptam tőle. Az összes szentek is oroszul beszéltek. Fordítottam már angol nyelvből is, de azért az orosz az, ami kézenfekvő szerelem. Ezen kívül meg van ilyen társadalmi munkám, hogy a Színházi Dramaturgok Cégének vagyok az elnöke, és ezen belül vannak különböző rendezvényeink, vannak díjaink. Ez a Bálint Lajos gyűrű, ez nem egy nagyon közismert díj, pláne nem állami díj. Török Tamara fogja megkapni ezt a díjat. Hogy én egyenrangú alkotónak érzem magam, de szeretném azt a nyugtalanító lábjegyzetet ehhez hozzáfűzni, hogy szerintem nem ez a tradíció, a magyar színházi tradíció. És nekem is minden nap át kell ismételni magamnak, hogy egyenrangú vagyok, egyenrangú vagyok, egyenrangú vagyok, mert én is ugyanennek a tradíciónak vagyok a része.